Több fontos döntést hozott meg Tolna képviselőtestülete legutóbbi ülésén. Határozat született arról, hogy a Wosinski Mór óvoda intézményvezetői pozícióját Németné Szűcs Melitta tölti be. Így mostantól 5 éven keresztül ő irányítja majd a tolnai óvodát. Szűcs Melitta kinevezésekor elmondta, arra törekszik majd, hogy a gyerekek biztonságban jól és szeretve érezzék magukat, és a pedagógusokkal, szülőkkel megtalálja a hangot. A legköszönő igazgató sok sikert kívánt az új intézményvezetőnek. Sok erőbetartást ehhez a feladathoz. Én aztán igazán tudom, hogy nem egyszerű. Az óvoda azért egy nagyon zárt világ, csak női dolgozókkal, azt gondolom, hogy 63-64 nő igazgatáshoz nem egy egyszerű feladat. Szakmailag tudom, hogy meg fogod állni a helyed, azt szoktam mondani, hogy vezetővé nem születünk, hanem azzá válunk. Ez azért még egy jó értelemben egy küzdelem lesz számodra. Én semmi más nem kérek, csak azt, hogy azt az egyet ne felejtsétek el soha, és ezt mindig tartsátok mindenki szem előtt, hogy a szülő a legdrágább kincsért, a gyerekért bízza rá. A Pestofer Ágnes polgármester azt mondja, egyértelmű volt, hogy ki lesz Stercné Asztalú Zsuzsanna utódja. Szűcs Melittára esett valamennyi bizottság, továbbá a tanárok szülők zömének választása. Stercné Asztalú Zsuzsanna volt az, aki hosszú éveken át ezt az óvodát, vagy óvodai intézményegységet vezette. De most ez a korszak ez lezárult. Egy pályázatot írtunk ki, hogy 2019. szeptember 16-ától ki az, aki be fogja tölteni az óvoda igazgatói feladatait. 2 pályázat érkezett, mind a 2 helyi tolnai pályázó, és mind a 2 már az intézményben dolgozik. A mindenféle véleményező hatóságok, itt értem ezzel a szülői munkaközösségeket is, óvodánként a dolgozók értekezlete, a szakbizottság, ugyan szoros volt az eredmény, de mégis ezt a pályázót tartották alkalmasabbnak. Én azt gondolom, hogy a képviselőtestületnek nem szabad ilyenkor más döntést hoznia, mint a szakmának. Úgyhogy mi azt a döntést hoztuk, hogy Németné Szűcs Melitta lesz az, aki ez év szeptemberétől 5 év határozott időre az intézményvezetői feladatokat el fogja látni. A testületi ülésen elbúcsúztak a 43 évet Tolnán praktizáló Andróczy Ferenc háziorvostól. A nyugdíjba vonuló doktor búcsú beszédében nem az elmúlt évek eredményeit emelte ki, hanem azt, hogy megtalálta utódját. Számára ugyanis az a legfontosabb, hogy a betegei megfelelően legyenek ellátva. Köszönöm szépen ezt az ajándékot, a megemlékezést, és a fontosabb, hogy van egy jó hírem, amit már tud mindenki, hogy van utódomásra. És a kórházból jön, Szabó, Juhász Lászlónak hívják, dergyógyász és nefrológus szakorvos, és sok éves kardiológiai gyakorlata is van, úgyhogy nagy biztonságban lesznek a betegek, hál' Istennek. Vagyis Juhász László kardiológus, nefrológus veszi át a 3-as számú házi orvosi körzetet Tolnán. A testület ezt is egyértelműen megszavazta. A doktor úr volt az, aki gyakorlatilag az aktív éveit mind-mind itt töltötte, tehát onnantól, hogy ő elkezdett dolgozni, végül is itt volt végig Tolnán, és én azt gondolom, hogy már eleve az példaértékű, hogy valaki 43 évet egy munkahelyen teljesít, hát és azért azt se felejtsük el, hogy ez nem egy könnyű munka, de hát nyilván az orvosok és annyira elhivatottak, és szerencsére Andróczy doktor is ilyen volt, aki tényleg a tolnai mözsi betegekért élt-halt. Ennél kényelmesebb helyzetben az önkormányzat ilyen szempontból már nagyon-nagyon régen volt, tehát nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ő megkereste az utódját. Ugye nem könnyű feladat ez, és egy orvos nem talál maga helyett utódot, az nem feltétlenül az ő feladat, azért ezt tudni kell, hogy óriási orvoshiány van, de Andróczy doktor mégis várt addig, hogy már kicsit az egészségi állapota ugyan megromlott, de mégis kivárta azt, amíg ő egy olyan embernek tudja átadni, akiben ő azt látja, hogy tovább fogja vinni a 43 évet, amit ő itt töltött.
Én azt gondolom, hogy dr. Juhász László doktor úr, aki egyben a belgyógyász szakorvos, nefrológus, kardiológiai osztályon dolgozik a Szekszárdi Kórházban jelen pillanattól. Én azt gondolom, hogy az ő személyében egy szintén remek orvos találnak az ott élők és a körzethez tartozó betegek. Úgyhogy ma arról döntöttünk, hogy nagy örömmel foglalkoztatjuk ott egyelőre közalkalmazottként, és ahogy megvan a házi orvosi szakvizsgája, onnantól pedig vállalkozóként kívánom majd a praxist működtetni. A képviselőtestület határozott arról is, hogy hitelt vesznek fel az egyik uniós program megvalósításához, mert a kapott forrás nem fedezi a civilház és a játszótér teljes körű kialakítását.